Gábor Béla közel 10 éve foglalkozik fotográfiával, emellett azonban más képzőművészeti ágban is tevékenykedik. Március 29-én nyílt tárlatának témáját a jelen és a múlt kapcsolata adja a mindennapokban látható képek mentén. Az alkotó az elmúlt években számos díjat kapott, legutóbb 2016-ban a 19. Alföldi Fotószalon első díját nyerte el. Archaikus jelen címmel nyílt meg Gábor Béla képzőművész fotográfus kiállítása március 29-én a Vigyázó Sándor Művelődési Ház Balonyi Galériáján. A tárlat témáját a körülöttünk lévő világ adja, a mindennapjaink részletét ábrázolja. A cím egy kettősséget, ellentmondást jelöl, amelyben az archaikus szó magára a technikára utal, amellyel a képek készültek, mondta el Gábor Béla, aki azért részesíti előnyben a manuális technikákat, mert az jobban tükrözi az ember személyiségét. Ezek a képek itt mind cianotípiával készültek, ez egy technika, ami az 1800-as években találták ki, azóta művelik kisebb-nagyobb intenzitással, az utóbbi időben talán nagyobb intenzitással, ahogy inkább a digitális kor embere próbál egy kicsit visszakanyarodni az emberibb megfogalmazás, az emberibb technikákhoz. A tárlatot Barát Gábor szakíró-fotográfus, a művész közeli barátja nyitotta meg. Beszédében Gábor Béla munkásságának egyediségét hangsúlyozta. Mind önálló műalkotások. Egy darab van belőlük, irgalmatlan sok manualitás, szeretet, nagyon sok kísérletezés. Ha körbenéznek itt, láthatnak nagyon sokféle technikával készült képet, vannak digitálisak, vannak filmre készült fotók, vannak olyanok, amik papírhordozón vannak olyanok, amik fán. Talán az egyetlen közös bennük az az, hogy ugyanazzal a technikával készülnek a nyomatok, amit úgy hívnak, hogy cianotípia. Gábor Béla főként a kirándulások vagy a városban is környékén tett séták alkalmával meglátott képeket örökíti meg, amik hangulatában magával ragadják őt, és ezeket a pillanatokat, látványokat igyekszik formába önteni. Most inkább a fotográfiának a technikáját közelítem a képzőművészet irányába, tehát a festészet és a grafika forma nyelvét próbálom ötvözni a fotográfiának a nyelvével és technikai lehetőségeivel. A főleg új munkákat felvonultató fotókiállítás április 22-ig látogatható a Balonyi Galérián. A tárlat megnyitóján a Kántódrum Duo, azaz Brátán Vera énekes gitáros és Mádi Kálmán ütőhangszeres művészek működtek közre. Tendi az Isten felé pár lép.